Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Új szabályozás. Kötelező felelősségbiztosítást kell kötni az elektromos rollerekre. Strandételek. Továbbra is népszerű a sajtos tejfölös lángos. Duális képzés. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum és a Dolce Vita étterem partnersége. Dombó vára. Folytatódnak a régészeti feltárások. Július 16-ától kötelező felelősségbiztosítást kell kötni az elektromos rollerekre. Az új szabályozás a 14 km per óra végsebességet elérő eszközöknél, a 25 kg-nál nehezebb rollereket, a 25 km per óra tervezett sebesség felett viszont tömegtől függetlenül mindegyiket érinti. Körülbelül 50 ezer elektromos roller tulajdonost érint a július 16-án bevezetett jogszabály, miszerint közlekedési eszközeikre felelősségbiztosítást kell kötniük. Aki ezt elmulasztja, az egy rendőri intézkedés során akár bírságra is számíthat. Azt azonban meg kell jegyezni, hogy a kötelező felelősségbiztosítás nem a saját magunknak okozott kára vonatkozik, hanem hogyha esetleg e-rollerrel balesetet okozunk, és mások ebben megsérülnek, illetve más járművek is anyagi kárt szenvednek, akkor ezekben az esetekben a kötelező felelősségbiztosítás fizeti ki az e-rolleres által okozott kárt. Éppen a jogszabály bevezetésének napján történt egy súlyos elektromos rolleres baleset Dombóváron egy kereszteződésben. Amikor is egy 21 éves döbrökközi fiatalember és egy 15 éves szintén döbrökközi fiatalember közlekedett szabálytalanul az e-rollerrel, hiszen e-rolleren utast szállítani nem szabad, és egy kereszteződésben a stop tábla jelzése ellenére kihajtottak a védett útra, ahol éppen szerencsétlen módon egy busz, egy menetrend szerinti busz közlekedett. Az e-rolleres már nem tudta megállítani a járművét, és neki csapódott a szélvédőnek, mégpedig az első ajtó melletti szélvédőnek, amely kitörött. Az utas 15 éves fiatalember életveszélyes sérüléseket szenvedett, a roller sofőrje könnyebben megúszta. Természetesen ennek az esetnek a következménye az, hogy az ügy kapcsán a dombóvári rendőrkapitányságon büntető eljárást indítottak, és a 21 éves fiatalembernek közötti baleset gondatlan okozása miatt kell majd felelnie. Nagyon bízunk abban, hogy a fiatal 15 éves fiú felépül a baleset következményeiből. A rollereken a bukós isak használata nem kötelező, azonban nagy mértékben ajánlott. Körülbelül egy éve van meg, tavaly június óta, igazából csak így a városban nagyjából, de néha kimegyek a Dunára, meg akár 50 km-t is el tudok felmenni, tehát Paksig, meg mit tudom én. De általában inkább a városban busz helyett, meg nem kell autóba ülni. Hát lényegében azért praktikusnak tartom, mert a városon belül jár az ember dolgozni, akkor ugye megsporolja lényegében a benzinköltséget. Hát ennyit tudok elmondani róluk. Ugye ezt több kollégámnál is látom, hogy használják azért ezeket. Az elektromos rollerek jelenleg nem minősülnek közúti közlekedési eszköznek. Ez azt jelenti, hogy aki így közlekedik, azt a jogszabály szerint alapvetően gyalogosnak kell tekinteni. A mostani felelősségbiztosítás bevezetése talán arra mutathat, hogy a jövőben ezeket az eszközöket is valamilyen közúti közlekedési kategóriába fogják sorolni. Melyek az idei nyár népszerű ételei a strandokon, hogyan alakulnak az árak, mennyire elégedettek a vásárlók? Faddombariban erről kérdeztük a vendéglátóhelyeket és a vendégeket. Éppen egy sajtos tejfölös lángos készül ennél a vendéglátó helynél a Dombori strandon. A lángos az idei nyáron is az egyik legnépszerűbb strandételnek számít, azon belül is a fokhagymás, a tejfölös és a sajtos tejfölös a legkedveltebb. Nekünk van egy sajátosságunk, saját hamburgerünk van, egy kézműves jellegű, házias, ízvilágú hamburgerünk, illetve egy keleti fűszerezésű giroszunk. De a strandon ugye a hekk és a lángos az viszi a pálmát tulajdonképpen. Az árak az elmúlt években különböző okokból több helyen emelkedtek. Ezen a strandon például a sajtos tejfölös lángos átlagos ára nagyjából 1500-2000 forint között mozog. Egy minimálisat kénytelenek voltunk, ugyanakkor minden büfés, inkább a saját magam nevébe beszélek, valamennyit kénytelen voltam emelni, de azt az ár emelést nem tudtam teljes egészében áttolni a vendégekre, hiszen valamilyen szinten családbarát, illetve pénztárcabarátnak kell lenni. Így a profitból engedtünk, de a nyitvatartásunk megmaradt.
Egy másik büfésnél szintén, ha csak minimális mértékben is, de emelkedtek az árak. Náluk is a lángos az egyik legnépszerűbb étel. Hát a lángos mindenképp, a Szibéria burgerünk nagyon népszerű, a gyrosz, hot dog, főtt kukoricánk is van, már azt is nagyon szeretik, nagyon finom. A vendégek a felhozatallal összességében elégedettek, az árakról megoszlanak a vélemények. Kicsit húzós, de még belefér a keretbe. Mennyiért szoktak vásárolni mondjuk egy sajtos tejfölös lángost? Az a 1200-tól, attól függ meg mekkora lángos. Mi van rajta, tejfölös, ilyesmi, de általában 8-1500-ig van egy lángos. De belefér a keretbe, még belefér. Hát többnyire üdítőket szoktunk venni, néha egy-két sört is. A lángost, ezt nagyon tipikusan, mert ezt szeretjük. Most például ezt a Szibéria hamburgert fogjuk kipróbálni. Van olyan is, aki kizárólag otthonról házilag készített ételekkel érkezik, ezáltal spórolva a kiadásokon. Tragikus hirtelenséggel elhunyt Papp Tamás, a Mi Hazánk mozgalom Tolna vármegyei elnöke és a vármegyei közgyűlés megválasztott képviselője. Papp Tamást a Mi Hazánk mozgalom saját halottjának tekinti. Az elnökség közleményében őszinte részvétét fejezte ki a hozzátartozóknak. Meghosszabbítja, de harmadfokról másodfokra módosítja a hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvosi péntektől vasárnap éjfélig. A szervezet hőszabályozó képességét az életkor, a testsúly, a fizikai erőnlét, az egészségi állapot, a táplálkozás és gyógyszerszedés is befolyásolja. Fontos, hogy a lehető legelővigyázatosabbak legyünk a meleg napokon. Fogyasszunk minél több vizet, teát, szénsavmentes üdítőt. A napokban a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság baleset megelőzési munkatársai kaptak meghívást Fadra és Bogyiszlóra, hogy a biztonságos nyári időtöltésről és a balesetmentes közlekedés szabályairól beszélgessenek napközis táborozókkal. A diákok kipróbálták a részegséget szimuláló szemüveget, és egy kerékpáros akadálypályán is próbára tették magukat. Nem mindennapi kihívásokat jelent egy szakmára megtanítani a diákokat, a vendéglátás különösen egy olyan ágazat, amihez nagyon összetett munkafolyamatokat kell elsajátítani. A Tolna vármegyei szakképzési centrum Paksi partnere, a Dolce Vita étterem minden nap törekszik arra, hogy a lehető legjobban elvégezze ezt a nehéz feladatot. Laci Erzsébet, a Dolce Vita tulajdonosa, a fiával együtt vezeti az autóbuszállomás melletti éttermet. Már 15 éves múltú a hangulatos vendéglátóhely. Nagyon-nagyon szeretünk csinálni, nagyon sok feladatot igényel, imádjuk a vendégeket. Egy olasz vonalon indultunk, mivel hogy olasz házasságom volt, így a gyermekeim is félvérek, tehát a Dolce Vita elnevezés nem a véletlenből jött, tehát nem csak a divatműve. Eredetileg teljesen olasz vonalú ételekkel indultunk, de akkor a közönség úgy érzem, hogy még nem volt egészen nyitott rá, tehát áthangoltuk gyakorlatilag magyar ízlésre, és ez a mai napig meg is maradt. Erzsébet kivételes tapasztalatokkal rendelkezik, amit igyekeznek átadni a tanítványoknak. A titok az, hogy egy 94 éves nénitől hónapokon át tanultam a főzés művészetét Olaszországba. Annától, akinek nagyon hálás vagyok a mai napig, nagyon sokat fejlődtem ezért a gasztronómiai élményekben, tehát magyaros konyhát főzünk gyakorlatilag. A repertoárunkban természetesen pizza, tészta, félék benne vannak, nagyon széles frissen sültek, nagyon sokféle sültes tárjaink vannak, 4 főre, 2 személyre, most már készítünk pörkölteket is, közkívánatra van gulyásleves is. Fia, Romeo, a mindennapi munka folyamatokba is besegít. A pult mögül kilépve beszélt nekünk a tanulókról. Kiemelte, milyen fontos a gyakorlati tapasztalat, hogy a diákok éles helyzetben ki tudják próbálni magukat. Itt tudunk nekik egy olyan fajta löketet adni, vagy egy inspirációt, ami a megfelelő útra tereli őket. Vannak olyanok, akik szembesülnek azzal, hogy nem jó pályát választottak, illetve vannak olyanok, akik megtalálják a helyüket. Vámos Viktor szakács tanuló Szekszárdon. Nem csak a tankonyhában, hanem az étteremben is hasznosan tölti az idejét. Húsokat klopfolok, zöldségeket szoktam összevágni, pizzát szoktam kenni, készíteni, és szoktam pizzatésztát is összeállítani.
A duális képzésnek köszönhetően az iskolában és a gyakorlati helyen is rengeteg tudást képesek elsajátítani a diákok. Ezt a későbbiekben az oktatási intézményekből kilépve a munka világában tudják majd hasznosítani. Öt bonyhádi játékos is meghívót kapott a férfi strandlabdarúgó válogatottba, amely a napokban Georgiában, Batumiban szerepel az Európa-bajnokságon, a B-divízióban. A nemzeti csapat csütörtökön Lettország, pénteken Georgia együttesei ellen küzd meg a feljutásért. A bonyhádiakat Szász Dávid, Guzorán Péter, Ágics Péter, Komáromi Bence és Szabó Dániel képviseli. Csütörtökön este 8 órakor lép pályára a Paksi FC labdarúgó csapata Romániában, az FC Corvinul vendégeként az Európa Liga selejtezők első fordulójának visszavágóján. A tolnai csapat a párharc első mérkőzésén hazai pályán kiütéses 4-0-ás vereséget szenvedett, így a továbbjutásra rendkívül kevés esélyük van. Bognár György, a gárda vezetőedzője úgy nyilatkozott, a céljuk nem lehet más, mint hogy emelt fővel búcsúzzanak a kupasorozat selejtezőitől. Szeretnének revansot venni a múlt heti vereségért. Dombóváránál, vagy másik nevén a Gólyavárnál a feltárások egy újabb szakaszba léptek. Idén is folytatódik az a régészeti munka a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézetének szervezésében, ami már több éve folyik. A dél-dunántúli Dombóvárát 1310-ben említik először az írott források. Jelenleg az árkok és sáncok vonalai, valamint két falmaradvány látható az egykori várból. A 8 méter magas, vélhetően az északkeleti sarok maradványa lehet. 11. éve történik a Dombópál várának a feltárása, illetve azok a kutatások, hogy valamilyen úton módon visszaálljon az eredeti állapot, amelyet több száz éve ezelőtt itt volt. Ma már a feltárásból lehet látni, és már tovább is körvonalazódtak a várnak a régi vonalai, és nagyjából most már egy grafika segítségével akár meg is lehet nézni, hogy milyen vár állott itt van, amikor Dombóvár határában. Örömteli a történet, hogy 11 éve zajlik már ez a feltárás. Én mind laikus 5. éve veszek ebben részt, és azt mondom, hogy az idei évben számomra is már értelmezhető az a munka, ami itt folyik, hiszen felállunk oda a domboldalra, onnan teljesen jól látszik a várnak a vonal, és azok a felépítmények, amelyek betöltötték ezt a várudvart. Az idei évben nagyot álmodtunk, és július 1-től augusztus 9-ig zajlik itt a munka. Soha nem látott létszámmal vesznek részt itt ma a diákok, és azok a egyetemi pedagógusok, akik ezeknek a lelke és motorja az egész feltárásnak. Az idejében egy kis meglepetés is ért minket, hiszen a kaposvári honvédség 30 fővel részt vett a 0. napon, amikor felnyitották azokat a területeket, amelyek tavaly vissza lettek takarva. Berta Adrián régész elmondta nekünk, hogy az elmúlt 11 évben szisztematikusan tárták fel a Dombóvár romjait. Az északi épületszárny udvari homlokzati falán állt két belső torony, ami a várudvarra nézett. Ezek közül az egyiket néhány évvel ezelőtt részlegesen már feltártuk. Most két évvel ezelőtt a másik toronynak a feltárását kezdtük el, és ezt szeretnénk idén be is fejezni. Továbbá a mögötte húzódó épület résznek a beomlott és feltöltődött pince szintjét tervezzük idején feltárni. A nyugati oldalon középen hatalmas lakótorony emelkedett, az északi és a déli oldalon pedig alápincézett lakóépületek álltak. A várat vizes árok vette körül, melynek nyomai még ma is fellelhetőek. Regionális híreink következnek. Nyári allergiák bőrgyógyász szemmel, pollenek, tavak vize, rovarcsípések. Balatoni elsősegélynyújtás. 13 település, 19 strandján segítenek a fiatal önkéntesek. A nyári növények pollenje, vagy a tavak esetleg fertőző vize, de akár a rovarcsípések is fokozottan jelen vannak a nagy hőségben. A fertőzés veszély ilyenkor jellemző. A védekezés pedig utólag mindig nehéz, de van megoldás, ha időben orvoshoz fordulunk. A pollen szezon már kora tavasszal elindult, hiszen a növények már nagyon korán kivirágoztak. Mogyoró, nyírfa pollen, most pedig a fűfélék és a parlagfű pollenje, ami az egyik legagresszívabb az összes közül. Ennek allergénje július vége felé jelenik meg, vele együtt a fekete üröm is megjelenik. Nagyon sokszor azért is vannak erős tünetek ebben az időszakban, ez a július vége, augusztus, mert hát háromféle pollen is szerepet játszik ebben, hiszen a fűpollen, ami május-június elején elkezdődik, egész októberig is virágzik,
akkor ugye belép a július végén a parlagfű és a fekete üröm, és ez a három pollen igen erős tüneteket okoz. Hát a legegyszerűbb természetesen a szénaláthás tünetek, a hígorfolyás, tüsszögés sorozatok, és amikor már a mélyebb légutakra is ér az a tünetek, ugye az asztmatikus tünetek, erőteljes köhögés, futásszaladás, vagy sok beszéd kapcsán, megterhelés kapcsán, ezt nevezzük tulajdonképpen asztmatikus jellegű tüneteknek. Ha valakinek már korábban is voltak hasonló tünetei, akkor érdemes a házi orvoshoz vagy allergológushoz fordulni tanácsért. Léteznek olyan orsprék, antihisztaminok, amelyek csökkentik a kellemetlen tüneteket, teszi hozzá a bőrgyógyász allergológus. Ősszel, télen pedig a bőrpróbát el kell végezni, hogy igazolni lehessen, melyik pollenre érzékeny a személy. Fontos azt tudni, hogy ugye a nyári időszakban, amikor ilyen erős tünetei vannak, ugye a hajmosás, azért ez már régóta ismert, már elég sokszor ez jelezve is volt, hogy a hajunkra rátapad a pollen, ennek következtében praktikus azért esténként lemosni a hajunkra a pollent, hogy az éjszakai alvászavar az ne legyen erőteljes. Nagyon sokszor variálódnak ezek a tünetek azoknál az egyéneknél, akik háziporra is érzékenyek, hiszen őknek egész évben vannak ezek a nagyon enyhe ugyan, de egész évi panaszai, ez a reggeli tüsszögés, vagy akár a tüsszögés sorozat, és mivel egy felázott nyálkahártyára megérkezik a pollen szezon, nagyon sokszor ugye felerősödnek ezek a tünetei. A nyári időszakban sokszor bőrtünetek is megjelennek a fertőzött tavak, folyók vizében való fürdés, strandolást követően. Egyrészt ugye a pollenkontakt bőrgyulladás, tehát a szabadon lévő testrészeknek, tehát a ruhával nem fedett testrészeken a nedves bőrrel rátapadnak a pollenek, és a fénnyel együtt egy bőrgyulladást okozhat. De ugyanúgy bőrgyulladást okozhat akár egy természetes vízen úszó pollenek is, illetve a természetes vizekben vagy strandvizekben, bár ugye a strandvizeknél az ANTS gondoskodik, hogy fertőzések vagy egyebek ne legyenek, de természetes vizeknél várható, hogy esetleg valamilyen fertőzést kaphat. Ugyancsak a természetes vizeknél a különböző hínárfélékkel való kontaktus okozhat még bőrtünetet. A növényekkel való kertészkedés során is szerezhetünk allergiás kiütéseket. Gyulladás csökkentő antihisztaminos krémek enyhíthetik a fájdalmat. Paszternákot, gazolás vagy egyéb növényeknek a foglalkozása kapcsán ugye a növénynek a nedve a bőrre rákerül, és napsütés kapcsán végzik ezt a tevékenységet, egy nagyon erőteljes, hólyagos gyulladás alakul ki. Tehát a kettő együtt, tehát nem napnyugta után, vagy a napkelte előtt végzik ezeket a tevékenységeket, ezeknek a növényeknek a nedve egy fototoxikus reakciót okoz a bőrön, és csak nem a lenyomata kapcsán lehet látni, hogy egy ilyen vonalszerű erős gyulladás és hólyag alakul ki. A rovarcsípésekről is szót kell ejteni, nyáron sajnos ez sem maradhat el. A tigriszúnyog erős gyulladást, viszketést okoz, rengeteg kórokozó van a bőrünkön. A vakarózás következtében ezek bejutnak a bőrünk alá, és egy felülfertőződést, ótvart okozhatnak. A fekete pici bogarak is erősen csípnek, mélyen bejutnak a bőr alá, akár orbánc is lehet a következményük. Ha erdőben járunk, utána mindenképpen nézzük át bőrünket, ugyanis a kullancsok nem kímélnek. Napszúrás, égési sérülések, kagyló okozta sebek, vágások. A legtöbbször ilyen esetekben tudnak segíteni a Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat fiatal önkéntesei, akik egész nyáron szolgálatot teljesítenek a tó körül. 13 település, 19 strandján vannak jelen, és idén már több mint 2000 esetben kellett beavatkozniuk. Jöjjenek! Nagyon fáj! Neki ment az oszlopnak! Ez a fiatal lánya strandon lett rosszul, amikor egy oszlopnak esett és kificamodott a válla, de egy felsérült fiút is el kellett látniuk a Magyar Vöröskereszt önkénteseinek. Eseménydúsan indult a nap Balatonszárszón, persze mindez csak egy bemutató része volt, ahol azt szemléltették a fiatalok, hogy milyen eseteket kell ellátniuk a nyár folyamán. A legnagyobb részben kagylóvágás, vannak még szálkák,
és még csípések is, amik nagyon gyakoriak. A nagy melegre való tekintettel figyelmeztetjük a védő folyadékkal és naptájjal kenjék be magukat és igyenek sokat. Dóra 6 éve dolgozik a Balatonnál a szezonban önkéntesként, rajta kívül még 300-an segítenek a bajban, 19 strandon, így a pihenni vágyók valóban biztonságban érezhetik magukat. Baleset még nem történt velem, havonta egy-két alkalommal látogatom a Balatont, nagyon szeretem, és így nagyobb biztonságban érzem magam, hogy itt vannak az elsősegély nyújtó szervezettől. Ez a család gyáról érkezett a magyar tengerhez pihenni, az önkéntesek jelenléte nekik is megnyugvást jelent. Ez mindenképpen jó, az én unokám is tervezi, hogy majd lejön a barátaival, így egy kicsit mi is biztonságosabbnak érezzük ezt a kis nyaralását neki. Idén az eddiginél több fiatal önkéntes segíti a strandolókat. Azt gondolom, hogy az idei évben nagyon jó számokkal dolgozunk, nagyon jó önkéntes számokkal dolgozunk. Ez köszönhető annak is, hogy már az idén egy kicsit másabb stratégiát folytattunk az önkéntesek megkeresésében. Több egészségügyi szakképzőiskolát is megkerestünk, hogy esetleg gyakorlatként nézzék, hogy az önkéntesek ide jönnek. Azért azt el kell mondani, hogy amikor a strandon vannak, akkor azért a legtöbbször egyedül kell helytállniuk. A különböző szituációkban, tehát egy nagyon jó gyakorlási lehetőség is tud lenni. A Magyar Vöröskereszt által működtetett balatoni elsősegélynyújtó szolgálat idén 18. alkalommal gondoskodik a magyar tengerpartján fürdőzők biztonságáról. A júliusi tartós hőhullám az eddigi legnehezebb első heteket jelentette az önkénteseknek. Nézzük Tolna Vármegye híreit még egyszer röviden. Új szabályozás. Kötelező felelősségbiztosítást kell kötni az elektromos rollerekre. Strandételek. Továbbra is népszerű a sajtos tejfölös lángos. Duális képzés. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum és a Dolce Vita étterem partnersége. Dombóvára. Folytatódnak a régészeti feltárások. Péntekre sem lesz lényegi változás az időjárásban. Marad a lassan mérséklődő hőség, délen a magasabb 35 fok feletti maximumokkal. Általában napos idő lesz jellemző, amit gomoly felhősödés zavarhat meg. Ezen a napon is csak kevés helyen valószínű csapadék előfordulása. Éjjel délnyugaton, délen alakulhat ki zivatargóc. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!